Zsúfolásig megteltek a strandok a Balatonnál júliusban és augusztusban is. A tartós hőség miatt sokan menekültek a tóhoz hűsölni. A tapasztalat szerint a csütörtöktől vasárnapig terjedő időszakok voltak a legerősebbek. Biztosak vagyunk benne, hogy az idei év rekordokat fog dönteni. Kivételesen kegyes hozzánk az időjárás. Az idei nyárban szinte minden nap gyönyörű volt az időjárás, és ennek köszönhetően a Balaton vízhőmérséklete 27 fok most is, és itt árnyékban is közel 30 fok van. Nagyon-nagyon sokan jönnek hozzánk, és a vízparti nyaralásnál azt gondolom nyáron nem is lehet Magyarországon jobb helyet találni, mint a Balaton. Kiegészítő desztinációként szerepel a Balaton a hazai turizmusban, mondja ennek a Zamárdis szállodának a kommunikációs vezetője. Kis Anna Mária szerint a Covid után a külföldi utazások kerültek előtérbe, és a Balaton csak másodlagos kikapcsolódási lehetőség a családok számára. Alapvetően kettő részre kell elkülöníteni a vendégeknek a foglalási szokásait. Ugye vannak azok a vendégek, akik egy hosszabb, tehát 6-7 éjszakás nyaralást terveznek a Balatonra. Jellemzően nem csak ketten, hanem az egész család, ami azt jelenti, hogy több generációs együtt utazik. Ők alapvetően április-májusban foglalnak, hogy mindenkinek ugye az időpont legyen, és akkor vannak a rövidebb tartózkodási időszakra foglalók, jellemzően 2-3, maximum 4 fő, akik 2-3 éjszakára foglalnak, és ők pedig a jellemzően az időjárás függvényében, mondhatjuk úgy, hogy a érkezés előtt egy hétben foglalnak. Nem ürült ki a Balaton augusztus 20-a után sem. Bár lényegesen kevesebben utaznak a tóhoz, mint a főszezonban, még mindig vannak, akik egy-egy napot, vagy akár 2-3 éjszakát is eltöltenek a tóparti településeken. Az őszi foglalások is megindultak már. Alapvetően azt látjuk, hogy a 2 hét, az érkezés előtti 2 hét az, ami jellemző a foglalás. Tehát zömében akkor generálódnak a foglalások az időpontokra. Nagyon-nagyon fog függni az őszi foglaltságoknak a mennyisége az időjárástól. Itt szeptember úgy látszik, így az előrejelzések szempontjából nagyon elkényeztet minket, és 30 fok feletti hőmérséklet is lesz, ahogy látjuk, úgyhogy biztos ez pozitívan hat. És nyilván a következő időszak, ami biztos, hogy kiemelten fontos lesz a Balaton számára, az az őszi szünet, tehát október vége, november eleje. A szakemberek szerint az őszi szezonban a programturizmus adja a Balaton vonzerejét. Szüreti fesztiválok, családi matinék és kulturális programok egyaránt megtalálhatóak a tó körül.